Üdvözöllek, Anikó! Ma nézzük meg, hogy a Finale nevű programmal készült kottákat hogyan lehet átalakítani modern programhoz. Először a Google-be írjuk be, hogy Finale Notepad. Notepad, igen. És ez az első lesz, ez a finalemusic.com. Akkor itt, ha letekerünk, akkor itt lesz egy download gomb. Ez egy Windows-os számítógép. És akkor itt vagy jobb oldalt be lehet lépni, vagy balra csinálni egy új fiókot. Egy születési adatok, e-mail cím, jelszó, jelszó, ország, és akkor itt érdemes kivenni, hogy e-maileket ne küldjön. Utána, ha megvan a regisztráció, akkor be lehet lépni, és akkor be lehet tölteni a programot. Már le van töltve, ez az installálója. Igent kell mondani a rendszergazdai felszólításra, és akkor csak a next-eket kell itt nyomkodni. És már kész is van. Még egyszer ide. Jó, akkor ezt a programot az asztalon lévő ikonnal lehet elindítani. Az itt most nem fog látszani a videóban, de hát ott van egy ikon. Akkor itt majd kérdezget mindenféléket, ezt csukjuk be. Ezt is csukjuk be. Jó, akkor a megkapott zip archívumban vannak ugye a kották. Azt jobb gomb összes kibontásával itt ki kell csomagolni. Ide ebbe a mappába rakta. Itten belül még egy mappa van, de ide mellé csináljunk is rögtön egy olyat, hogy export, és majd ide exportáljuk a többit. És akkor ugye ebbe vannak a dolgok. Hát itt az énekeknél ugye nem mindegyiknek van saját kottája. Tehát például mondjuk ez első szeretne lenni, de aztán itt valami negyedik lett. Hát érdemes az énekeskönyvvel párhuzamosan csinálni, és megnézni, hogy melyik számú kotta az, mert énekből sok van, de kottából meg csak kevesebb. Jó, hát akkor menjünk be ide ebbe a programba, és ezzel a nagy sárga kinyitó ikonnal menjünk is oda valahogy a letöltések közé. Hát nem itt lesz akkor. Itt lesz letöltések. Jó, hát ezt meg kell keresni, ki hova csomagolja, ki ott lesz. És akkor itt van, és akkor nézzük az első kottát. Megnyitás. Jó, hát itt egy olyan 40-et érdemes beállítani ütemnek, mert körülbelül annyira szoktuk énekelni. És itt a Windows-nál van olyan Score Manager, akkor ez előjön. És hát most csak hallgassunk bele, de tulajdonképpen ez nem része a folyamatnak, csak hogy hallgassunk bele, hogy milyen hangja van. Hát itt mondjuk a flúta, hallgassunk bele, és rakjunk egy kis visszhangot, és hangosítsuk föl maximum hangerőre, igen, és most játsszuk le. Ó, bocsánat, ez negyed ütemes, akkor ezt dupla sebességgel kell lejátszani. Hát akkor ez itt játsza. Itt én azt találtam ebből, hogy ezt sajnos ennél jobban nem lehet fölhangosítani. Egyedül itt találtam hangerőt, máshol nem. Mert hangerő állítás, de itt 127 fölé nem megy. Megpróbáltam egy 128-ot beírni. Hú, megy ez 128 fölé, és akkor mondjuk is 2, 150. Hű, az is megy, akkor milyen hangos 150, nézzük már meg.
Akkor lehet, hogy 199-en is menne. Ó, ez becsapós, mert 127 után már nem megy fejebb a hangereje, csak a számok nagyobbak. A másik meg az, hogy ezek a hangszernek a hangja, ez egy kicsit, hát, hogy is mondjam, szóval olyan nem igazán életű. Nagyon hasonlít egy fuvalára, de nem igazán életű. Na, és akkor a folyamat úgy néz ki, hogy File, Music XML, Export, akkor így itt az Export könyvtárba rakjuk be, és akkor, hát itt átmenetileg az énekes könyv szerint három számjegyre nullákkal kitoldva, ez az egyes első ének kottája, ezt 001 néven mentsük itt el, akkor utána be kell csukni ezt a kottát, mert túl sok lesz belőle, nem csinálunk vele semmit, aztán kinyitjuk a következőt, ez tényleg az ötödik ének, jó, és akkor File, Music XML, Export, és akkor itt rögtön az export könyvtár vagyunk, ennek is adjunk egy nevet, 005, mentés, és akkor még egyszer, becsuk, kinyit, és exportál. Ez pedig a 007-es, de azért fölcsapom az énekes könyvet, és nézzük meg, hogy tényleg az-e. Ez a 7-es, igen, 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 a szájisten ez az a 7-es, akkor ide 007-et írjuk. Azért érdemes nullákkal kitoldani, mikor sorba rendezi a számítógép, akkor szépen egy egyesével növekedjen, mentés. És akkor megint becsukni, és így tovább. Ezt így kell ismételni az összesen, szerintem pár perc alatt a nem is tudom mennyi van belőle, 400 darabot pár perc alatt meg lehet csinálni. Jó, és hogyha kész vagyunk, akkor ugye itt ebbe az export könyvtárba gyűlnek itt az XML fájlok, amiket gyártott ez a program. Utána menjünk vissza a Google-be, és keressünk rá a MuseScore nevű programra. Rögtön itt az első találat az lesz, nagy letöltés gomb, és most el is kezdi töltögetni. Igen, mentés másként, és akkor itt elkezdi töltögetni. Hát most ezt én leállítom, mert ezt nagyon hasonlóan kell telepíteni, csak el kell indítani, és a next-eket nyomkodni. Itt már föl van telepítve, most el is indul. Jó, ez is itt felajánlgatja, hogy nyissunk egy saját kottát. Ezt a fület is csukjuk be. Nem kell, köszönjük, és akkor nyissuk ki azt az export könyvtárban az egyest. Jó, itt a nézetmenübe kapcsoljuk be a keverőt, meg a szintetizátort. Jaj, nem, bocsánat. A keverőt, meg a más nem is tulajdonképpen. Valamint a lejátszáspanelt, igen, a lejátszáspanelt. Tehát itt a nézetben kell bepipálni a lejátszáspanelt meg a keverőt. Úgyhogy a lejátszáspanelben lehet sebességet állítani, ez 120 BPM van, ami hát az nagyon nagy tempó, mert az 120 ütem másodpercenként. Hát mi körülbelül olyan 80-al szoktunk énekelni, hogyha olyan kotta van, ami félhangos, a negyedhangosokat azt akkor, illetve a negyed hangosakat kell leráltani, a félhangosakat az csak 40-re. Hát most körülbelül 80, 81 az úgy jó lesz. Itt ugye lehet bőven még hangosítani rajta, illetve itt lehet állítgatni, hát a fuvala van beállítva, hanem akkor ki kell keresni, az F betűt kell nyomkodni, és akkor most elállítom, és itt fuvala. Jó, és akkor nézzük meg, hogy szól.
Hát kész is vagyunk, akkor itt vége van a játszásnak. Hát tulajdonképpen ez a közbenső XML formátum, ez nem a sajátja ennek a programnak, tehát végül is még mindegyiket itt ki lehetne nyitni, és mentés másként el itt esetleg még egy mappát csinálni, hogy score, és akkor ebbe belementeni. Ennek az MSCZ file formátuma van, de ezzel már nem szeretnélek terhelni, mert tulajdonképpen ez már bármikor itt az ember ezt becsukja, kinyitja, és akkor kinyit bármelyik éneket. Ugye itt nem tubával játszuk le, hanem fuvolával, nem 120-as BPM-mel, hanem csak 80-assal. És ugye ezt lehetne ennek a saját file formátumába lementeni. Erre most ezt, hoppá, nem ez a gomb. Ez az a gomb. Most ezt lementjük 007 névem. És becsukjuk. És akkor nem az exportból nyitjuk meg, hanem a modannal most lementettük. Akkor ugye lehet látni, hoppá, itt nem jegyezte meg, megint a BPM-et nem jegyezte meg. Hát akkor ezek szerint itt se jegyzi meg. Szóval ezt mindig kézzel át kell állítani. Igen, körülbelül 80, és akkor nézzük. Ez egy kicsit át van dolgozva a dallam, mert az énekeskönyvben jól emlékszem, hogy ez a kotta van. Tehát akkor tulajdonképpen ez lenne a lejátszási rész, de ezt csak azért mutattam meg, hogy lehessen hallani a különbséget, meglátni, hogy itt még bőven van hangerő, amit lehet hangosítani. Hát minden jót neked, viszontlátásra!